megérkeztünk a stadionhoz, úgy gondolom könnyedén ide lehet találni metróval vagy akár kocsival. Több parkolóház is megnyitja az autóval érkező dolgát, én is így tettem, szóval 2 perc alatt el lehet jutni a stadion bejáratáig. Amíg teszek egy pár perces sétát, addig nézzünk bele egy kicsit a Wembley történelmi múltját. A Wembley stadion London Wembley város részében elhelyezkedő labdarúgó stadion. Az angol nemzeti válogatott tulajdonát képezi, ezért gyakran nevezték a futball otthonának. Rekordszámú alkalommal összesen 5-ször adott helyet Európa Kupa, ma UEFA Bajnokok Ligája döntőnek. Az eredeti Wembley stadiont 1923. április 28-án az Angol Labdarúgó Szövetség Fakupa döntőjével nyitották meg a közönség előtt, amikor 126.047 néző előtt a Bolton Wanderers 2-0-ra győzött a West Ham United felett. A nyitás 30. évfordulóján 1953-ban ezen létesítményben aratta világra szóló 6-3-as győzelmét a magyar csapat. 2002-ben lerombolták végül, majd 2007. március 9-én adták át az újjászületett futballkatedrálist, amely 90.000-es ülésszámával a második legnagyobb kapacitású stadion Európában, valamint ez a világ legnagyobb tetővel borított stadionja. Itt vagyunk a stadion főbejárata előtt. Az első, ami rögtön szemet szúr mindenkinek, az úgynevezett The Arch. Ez az ív a 133 méter magasságával és 315 méter hosszúságával egyedülálló a világon. Első kitérünk a bejárat előtt balra fordulva, falon húzódik a The Pride of England, azaz Anglia büszkesége névvel futó emléktáblák sorozata. Az 1870-es évektől kezdve egészen napjainkig láthatóak ezek a táblák 10 éves lebontásban. Bobby Moore angol válogatott labdarúgó. A West Ham United csapatának több mint 10 éven át volt a csapatkapitánya, valamint több mint 600 mérkőzés játszott le. Szintén ő volt a csapatkapitány annak az angol válogatottnak, amelyik 1966-ban hazai pályán világbajnoki címet szerzett. A válogatottban az 1973-as visszavonulásáig összesen 108 alkalommal lépett pályára. Nemzeti ikon, tehát nem véletlenül került a bronzszobor a főbejárat elé.